Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó a novemberi összegzésem lesz, ami igazából az utolsó összegzés, ami ebben az évben megy ki, ugyanis ugye a decemberi az mindig januárra csúszik át. Továbbra is szenvedek az olvasással, mert fölveszem, leteszem, tök mindegy, nem nagyon halad a dolog. Viszont most ebben a hónapban már 4-re visszament az összes elolvasott könyvem, mert az egyik képregény volt, a másikat meg elkezdtem már vagy másfél hónapja, de se baj, befejeztem is, ez a lényeg. Úgyhogy, hát nem is húzom tovább a szót, csapjunk is bele, és nézzük, hogy mit olvastam novemberben. Kezdem azzal, amit már régebb óta olvasok, ez a Tarot for Self-Care volt, ez ugye ilyen tarot guide, self-care tippekkel. Ezt mondtam egy vagy két videóval ezelőtt, hogy elkezdtem, csak jegyzeteltem, most az olvasását magát befejeztem, végigolvastam gyorsan, csak egy ilyen átfogó kép kedvéért. Úgyhogy igazából ez volt, amit így, nem tudom, szeptember vége, október elején kezdtem, valahogy így, nem emlékszem egyébként, valahogy így volt. Következő az a Paper Girls negyedik része volt, amit könyvfesten vettem, és ezt november 1-én olvastam, azt hiszem azt még mondtam is az októberi összegzésemből, hogy ez kicsúszott pont így az októberi összegzésből, meg a Creepatonból, bár technikailag még aznap talán számított volna olvasásnak, mindegy. Ez ugye a Paper Girls sorozatnak a folytatása, még két rész van hátra, amiből egy már előrendelhető, vagy már kijött, az ötödik. És jövőre jön a hatodik, és akkor végre megtudjuk, hogy mi volt a... vagy végre a teljes sztori meg lesz. Most már derülnek ki jobban dolgok ebben a részben legalábbis. Az előző kicsit elszigeteltebb volt, úgy éreztem a sztori szempontjából. De még mindig fogalmam sincs egyébként így, hogy átfogólag mi történik. De kezdem kapizsgálni. Úgyhogy nagyon-nagyon várom az ötödik, hatodik részt is belőle, hogy végre a teljes sztorit egyben lássam. Lehet, hogy akkor újra is fogom olvasni az egészet egyben, hogy tényleg mindenre emlékezzek, és meglegyen a teljes történet egyben, meg az ilyen kapcsolatok, amiket mondjuk így a két rész olvasás között könnyebben elveszít az ember, hogy ezek meglegyenek. És ebben is fordítottam az Alien beszédet. Következő, arról már ment ki egy külön videó a csatornára, csak mire én, mikor én olvastam, meg mikor ezt a videót felveszem, meg szerintem még mikor ez a videó kimegy, még nem adták ki, úgyhogy fizikailag nem tudom mutatni. Ez Szabó Krisztinától az Ezüsterdő, ami egy young adult romantikus fantasy, standalone könyv, piroska és a farkas retelling-szerűség, ahogyan a szerző első könyve az ellopott kívánság is egy retelling volt, csak az ugye Aladdin retelling. Nagyon-nagyon szerettem az Ezüsterdőt, van egy egész videóm, amiben árad azok róla, mennyire szerettem az Ezüsterdőt, aminek alapvetően az a története, hogy a főszereplőnk, aki kvázi piroska, és az ő családja, az így az ős ellensége a farkasoknak, akik ilyen alakváltó farkasok, és ők azok, akik mármint a főszereplő, és a családja azok, akik az ezüsterdőben ezüsttel el tudják látni az embereket, és ugye a farkasok ellen jó az ezüst, és akkor ők az ilyen utolsó nagy bástya, nem tudom, mielőtt a farkasok, akik ilyen nagyon vérengzős hódításokat folytatnak, be tudják kebelezni a kontinenst. És a főszereplőnket kényszerházasságra kényszerítik. A farkas királlyal, aki ez a vérengző, vérszomjas király hírében áll, és hát ugye ebbe belekényszerül ebbe a helyzetbe, csak hát ugye közben családi titkok és egyéb dolgok derülnek ki. És lehet, hogy nem is úgy van minden, ahogyan azt az emberek gondolták elsőre. És nagyon-nagyon jó volt ez a könyv, úgyhogy elmondom a Szabó Krisztinás videó, vagy az Ezüsterdős videómban is, de Szabó Krisztina nekem felkerült a kedvenc magyar szerzőim közé, mert csodálatos. Csodálatos. Olvassatok Szabó Krisztinát. Ha Andi még nem győzött volna meg titeket, itt vagyok én, hogy hallgassatok Andira. És az utolsó könyv, amit konkrétan tegnap fejeztem be, hangos könyv, és még így lefekvés előtt gyorsan, nem tudom, ilyen 40 percen volt belőle, úgyhogy végighallgattam. Ez nem más, mint Catherine Arden-től a Dead Voices, ami ugye az apró tereknek a második része, folytatása, csak ugye az apró tereket nem folytatják magyarul, úgyhogy angolul hallgattam hangos könyvben. Hú, ez creepy volt, mint az első. Igazából nem mondom, hogy kell hozzá az első rész, de ajánlott szerintem már, mint hogy vannak dolgok, amiket úgy sokkal jobban ért az ember.
ebben az apró tereknek a szereplői mennek el, nyernek egy ilyen síelős nyaralást, úgyhogy elmennek síel, egy ilyen sí lodge, az hogy van magyarul, egy ilyen síházba, egy ilyen síelős üdülőhelyre, mindegy. Nem tudom ezeket, hogy hívják magyarul egyébként, fogalmam sincs. És az a lényeg, hogy ilyen bazi nagy hóvihar van, úgyhogy berragadnak, és hát ebben a, ezen a helyen, ami most nyitott egyébként, történnek furcsa dolgok. Lehet, hogy szellemek jelennek meg. És hát végül is egy újabb, eléggé creepy utazásra indulunk. Szerintem ez sokkal parább volt, mint az első, már meg sokkal előbb bejött az az extra parás, hogy tényleg szellemek vannak folyamatosan a kötetben, és voltak benne nagyon hideg is ugye az egész hangulata, olyan jó kis vérfagyasztó hangulata van, de még mindig valahol van egy kedves vonala, mert a gyerekkönyv is nem olyan nagyon durva, tehát nem véres meg ilyenek, csak creepy. Igen, és hát Olinak és barátainak ismét ki kell vágniuk magukat egy ilyen borzongató helyzetből, ami bele kerülnek. És nagyon sikerül nekik. Úgyhogy ezek után egyébként nekem ez a rész is nagyon-nagyon tetszett ebből a sorozatból, szóval még két része van, úgyhogy szeretném majd őket folytatni, ahogy tudom. Egyébként ennek a könyvnek kicsit jobban váltott szemszöges volt a narrációja, mert ugye még az első részt azt jobban, azt kb. Csak Oli narrálta, ezt már Oli is, és Kokó is narrálja, és talán Kokó kicsit többet narrálja, vagy nem tudom, kb. Egálban lehetnek ilyen narrálási szempontból. Úgyhogy ezt egy nagyon gyorsan ledarált összegzőnek érzem, csak a legtöbb könyvet azt hónap elején fejeztem be. És aztán elkezdtem az Evelyn Hardcastle 7 vagy 7 és fél halála, azt hiszem két címe van. És itt látjátok, ennyit olvastam belőle, még csak. Kicsit nehezen haladok vele, nem tudom, annyira nem kapott el a sztori, pedig nem mondanám, hogy nem érdekes, csak nem tudom, valahogy most mégsem élem. És hónap elején elkezdtem a hangos könyvet, és hónap végén fejeztem be, és így november közepén gyakorlatilag ezt a 160 oldalt olvastam. Úgyhogy a hónap elejé könyvekről már kicsit így megkoptak az emlékeim, a hónap végén meg már nem olvastam sokat, mindegy, tehát én mondtam, hogy ez már egy ilyen év vége. Nem hiszem, hogy decemberben be fogok lendülni, bár ki tudja, Szabin leszek, bármi megtörténhet, majd hát a jövőre visszajövök, vagy nem tudom, tehát ez így... ennek az évnek a második fele, meg az első is. Úgy ez az egész év, ezt mindegy. Úgyhogy ez van folyamatban. Még van kettő könyv, amit el akarok olvasni idén, remélhetőleg decemberben bele fognak férni. És aztán új évben új erővel hát, ha visszatérek. Úgyhogy én ezeket a könyveket olvastam novemberben, kommentben írjátok meg, hogy ti miket olvastatok ki a hónapban. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomtok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!